Az idei szezonban alakították ki a madarasi hargitások a körömére az úgynevezett snowparkot, amely a hódeszkásoknak kínál sportolási lehetőséget. Ha már van hol és van hó, na meg érdeklődés is, akkor miért is ne hívnák meg a legjobbakat, gondolták a szervezők. Így került sor március 7-e és 11-e között a Snow on Fire elnevezésű snowboard táborra is versenyre a Ridemore Club rendezésében. A hosszúra nyúlt hétvégére összesereg lett az egész freestyle, sí és hódeszkás társadalom színejava, külföldi meghívottak érkeztek Csehországból, Lengyelországból és Magyarországról, akik még inkább emelték a rendezvény színvonalát. Szerintem hiányzik egy ilyen verseny Romániából. Mindenhol, külföldön, csak itt nem volt. Gondoltunk, csinálunk mi is egyet. Szerintem a pálya az egyik legjobb, a snowboard pályára gondolsz, nem? Az egyik legjobban sikerült az országba, jó időt kaptunk. A résztvevők és a rendezvény szervezői egyaránt úgy ítélték, hogy a madarasi hargita egy hihetetlenül szép és jó adottságokkal rendelkező hely. Egyébként maga a pálya Románia legprofibb ilyen jellegű létesítménye. Összesen 56 résztvevő versenyzett, és a szervezők nagy meglepetésére igencsak sok gyerek indult. 26-an jelentkeztek, ez a továbbiakban arra ösztönzi a szervezőket, hogy a versenyt érdemes jövőben is megrendezni, sőt, bővíteni is. A látványos vetélkedőt és bemutatókat több százan követték figyelemmel. A madarasi hargita szinte teljes síző közönsége kíváncsi volt a hatalmas ugrásokra, forgásokra, a verseny nyújtotta pazar látványra. Egyébként január közepe óta tényleg nem panaszkodhatnak a téli sportok kedvelői. Havas hegyek, egyre jobban karbantartott sípályák és rendezvények várták őket minden hétvégén. Nem lehet idén panaszra okuk a sípályák üzemeltetőinek sem, hiszen a jó idő sok turistát hozott. A színvonalat azt tartottuk, és elég magas színvonalat nyújtottunk, és jó körülmények voltak, úgyhogy nem volt hiány sízőből sem. Pláne a hétvégén nagyon-nagyon jó mozgás volt. Nagyon-nagyon jó minőségű pályáink vannak, minden igényt tudunk elégíteni. Kezdő, haladó, profi, extrém sízőknek is van hely itt fönt, van, ahol ki tudják élni. Hát mindenki ki tudja élni a vágyait. Szintén a hétvégén vasárnap szikrázó napsütésben is a megszokott jó hangulatban rendezték meg a 29. Pro Familia családi síversenyt a madarasi hargitán. 27 sportos család 92 versenyzője mérkőzött meg. Az Imecs családnak, akik az utóbbi 3 évben rendre nyerték a legnépesebb családnak járó vándorkupát, idén sem akadt ellenfele, így 2012-ben is náluk maradt a serleg.